Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. 1. Péter 2.24. A hit bibliai tényeken alapszik, nem elméleteken. A hit tényekre épül, nem elméletekre. A tény bizonyítékokból levont következtetést jelent. Az elmélet kifejezést én egy adott témával kapcsolatos, tudatlanságra alapozott feltevésként határozom meg. A hit. Isten igéjének igazságain, az Isten igével kapcsolatos elmélet pedig feltevéseken alapszik. Bibliai tény, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk. 1 Péter 2.24 Bibliai tény, hogy Jézus elhordozta a betegségeinket, és viselte a fájdalmainkat. Ézsaiás 53.4 Bibliai tény, hogy ő maga vette el a gyengeségeinket, és hordozta el a betegségeinket. Máté 8.17 Ezek bibliai tények, nem elméletek. Kezdj hinni ezekben a tényekben, még akkor is, ha a betegség tünetei továbbra is jelen vannak. Ha a tested azt közvetíti neked, hogy nem gyógyultál meg, akkor is higgy Isten igének az igazságaiban. Tudom, hogy ez működik. Nekem is működött megvallás Hiszek Isten igéjének az igazságaiban. Hiszem, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Nem a jövőben fogok meggyógyulni, hanem már most gyógyult vagyok.